Üdvözlök mindenkit, megkezdtük a idei harmadik kerékpár túránkat, ahogy ez hallatszik, emelkedővel. És ez így is fog maradni egy jó darabig, ugyanis a mai célpontunk a Magdalénsberg, ami egy big csúcs, bár nem túl magas, éppen hogy elhagyja az 1000 métert, de hát mégiscsak egy big. Otmanákban vagyunk, Karintiába. Ez Sankt Fajtól pár kilométerre van, ugye a múlt szombaton ott csináltuk azt a emlékezetes vizes sáros túrát. A mai túránk nem lesz hosszú, körülbelül egy olyan, hát még meglátjuk, hogy mennyi időnk lesz, de egy olyan 25 km körül. Talán ha szerencsénk van, marad időnk, tudunk még itt egy kis kört tenni, akkor picit több, de majd meglátjuk. Egyelőre, és ennyit, egyébként ez egy nagyon érdekes hely lesz, ez a Magdalénsberg, de erről majd kicsit később beszélek, menet közben, meg majd fenn, ahogy látszik, túratársam ma is funki, mint mindig. És hát akkor indulunk, ami még annyit, hogy a fölfelénk körülbelül egy olyan 7 kilométert megyünk most itt fölfele, tehát ennyi az egész fölfelé menetel. Hát nem egy túl nagy big. Hát majd meglátjuk, hogy mennyire lesz nehéz, mert egyébként a maximális emelkedésre 16%-at írt a grafikon. Mutatok valamit. Mi kiabált itt az előbb? Hirtelen azt hittem, az állatkertben vagyunk. Amúgy rohadtul bekezdett az emelkedő. Talán lehet valamennyit látni. Hú, mekkora kutya. Azt a kurva életbe. Ez a borjú nagyságú dog. Na szóval, talán lehet látni az emelkedést. Nem tudom hány százalék lehet, de hát 13, 14, 15 biztos olyan. Kicsit megváltoztattuk a tervet, méghozzá annyiban, hogy nem azon az úton megyünk fel, amit először kinéztünk, hanem gyakorlatilag a főúton, ami ugye ugyanoda visz föl, csak egyrészt nem kell nézni a térképet, mert a másik útnál millió egy ezer elágazás van. Itt nincs murvásút, a másikon valószínűleg lenne, és úgy tűnik, hogy ez az út talán picikét könnyebb is, mint a másik lenne. De végülis ugyanoda visz föl, úgyhogy ilyen szempontból nem veszítünk semmit. Talán látszik, hogy az idő az nagyon-nagyon szép. Egy árva darab felhő nincs az égen. A hőmérséklet az olyan 20 fok körül lehet, talán még nincs annyi. Az, amikor idefelé jöttünk, az autó 15 fokot mért. Hát igen, egy picit talán melegebb van, de szerencsére nincsen nagyon meleg, mert az a mászáshoz nem lenne jó. Úgyhogy azt mondtam, hogy
Karintiában vagyunk, és most megállok egy pillanatra. Megmutatom, hogy hova megyünk innen, gyönyörűen lehet látni. Gyere, rázumolok. Kicsit ki is oldjuk. Tehát oda megyünk föl, az ott a Magdalénsberg, ami az úti célunk. Most megpróbálom, elnézést, csak megpróbálom, hogy visszakállítanom a kamerát a megfelelő helyzetbe. Így, és akkor mehetünk is tovább. A Funky már elhúzott előre. Hát ugye én azért megállok itt kamerázgatni, meg most talán jobb lesz. Kicsit még így fordítjuk, igen. Úgyhogy én kicsit le vagyok maradva. Igen, őszintén szólva, itt az előbb, ez a felfelé, ez annyira veszett nehéz volt. Az utolsó ilyen 50 méter, hát szerintem az volt még 20% is. Azt hittem, hogy meghalok, mire fölérek. Úgyhogy ez is volt az oka annak, hogy úgy döntöttünk, hogy nem kilódunk, hanem elmegyünk főúton itt körbe. Lehet picit hosszabb, de talán egy kicsit könnyebb is lesz. Egy kis pihenőt tartunk. Egyrészt, hogy kapjunk levegőt, kapjak. Másrészt meg ezt azért így megmutatom, milyen kilátás nyílik a déli hegyekre. Ugye múlt hét végén is ezt láttuk. Ugye ez a határon, ami van, hegyvonulat. Amúgy ugye ott voltunk lent. Ott van egy kereszteződés, onnan ott tartunk meg ugye a nagy emelkedő után. Egyébként ezen az úton jöttünk volna föl. Hát nem baj, hogy nem erre jöttünk. Gema! Na, megyünk tovább. Egyébként azt elmondanám Magdalénsbergről, hogy itt állt valaha egy Virunum nevezetű római település, ami a provinciának volt a központja, és itt volt Pannoniának a nyugati határa. De nem a rómaiak voltak az elsők, akik itt laktak, ugyanis itt volt előtte már egy kelta település is, és ezt a provinciát, ezt a kelta provinciát Noricumnak hívták abban az időben, aminek szintén Magdalénsberg volt a központja. Pontosabban ugye a Magdalénsbergen található település. Ennek, ha minden jól megy, akkor fogjuk látni fönt a romjait is. Haladunk felfelé szépen, és ahogy itt körülnéztem az előbb menet közben, azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon jó választás volt ez az út. A másik, ahogyan azt meg tudtam állapítani innen, közel sem megy ilyen szép helyen, nincs ilyen szép kilátás a hegyekre délfelé, mert vagy házak között, vagy erdőben megy az út. Itt meg bizony volt szép kilátás, és ahogy néztem a felfelé menő autókat, még lesz is. Úgyhogy mindenkinek ajánlom, aki Magdalénsberget tűzte ki célul, hogy a főúton jöjjön föl. Ezt a látványt hagyja ki az, aki a másik úton megy. Úgymond a hivatalos úton, ami a Bigek honlapján van fönt. Azt gondolom, hogy nem éri meg ezt kihagyni.
Itt van hát az archeológiai feltárás. Itt volt a régi település, amiről beszéltem, Virunum. Ugye? Ez egyébként Ausztria legnagyobb régészeti feltárása. Nem csak ennyi, amit itt most mutatok, hanem még lejjebb is van, sőt, itt átmegyek a parkolón. Itt van a bejárat, a kassa, de nincsen nyitva, májustól lesz csak nyitva. Erre egyébként számítson mindenki, aki tavasszal jön Ausztriába, hogy itt a múzeumok ilyenkor még nincsenek nyitva. Ha mutatom, itt jöttünk fel, és lehet látni ott is az út oldalánál, ott van a feltárás, és egyébként hát most minden pont nem látni, de lefelé mind a két oldalon van ebből a városból, ebből a Virunumból. És ami még nagyon érdekes, hogy 100 000 tonna kohós alakot távolítottak el innen, nem csak a házak közül, hanem annyit találtak itt, ami azt jelenti, hogy legalább 30 000 tonna vasat termeltek itt ki, ami azért valljuk be, hogy nem kevés. Az út, hát az meg sajnos igen bemeredekedik. Szóval ott megy föl, éppen láttam a táblát, hogy 16%, és itt lehet látni, hogy az út másik oldalán is folytatódik az ásatás. Ugye ez egy nagy város volt annak idején, de gyakorlatilag itt az egész hegytetőn volt ez a Virunum, ugye a provinciának a központja, és a valamikori kelta település. Hát sajnálom, hogy ennél jobban nem tudunk bemenni, nem tudom jobban megmutatni, majd talán legközelebb. Úgy tűnik, hogy túl vagyunk ezen a nagyon-nagyon meredek részen, és ahogy látszik, szemben feltűnt a cél. Nem tudom, hogy a kamerán keresztül mennyire látszik, de jön egy autó, lesz még néhány szerpentin kanyarunk felfelé. Hát elnézést, hogy össze-vissza jár a kamera, de még itt is elég meredek. Hú, megálltam egy pillanatra fényképet csinálni, meg azért, hogy ez a két ember ott a kanyarba, azok elmenjenek előre. Ugyanis annyira meredek, hogy megelőztek gyalogosan. És ez igencsak demoralizáló. Úgyhogy úgy döntöttem, inkább pihenek egyet, elengedem őket, csinálok fényképet, aztán megyek tovább. Hát bakker, lehagytak gyalogosan. Itt jön egy szerpentines rész. Egyébként elég nagy a forgalom, mert vasárnap van, nagyon szép az idő. Ugye nagyon közel vagyunk Sankt-Veithhoz, és közel vagyunk Klagenfurthoz is relatíve. Itt autóval minden egy talán egy fél órányira van Klagenfurt. És így aztán rengetegen vannak gyalog, bringával, motorral, autóval, mindennel. Remélem azért valamennyire látszik a kilátás. Aj, de gyönyörű. Felértünk hát. 1,25 óra alatt felértünk az autótól. Hát nem mondom, hogy könnyű volt, mert egyébként meg nagyon nehéz volt. Mutatom, hogy hol jöttünk föl. Ezen az úton. És ott ebbe a, itt mindjárt mutatom, ahol megy az autó, na ott előzött meg az a két jó ember gyalog. Nem teljesen, ott a kanyar után mindjárt mutatom, odaér a kocsi. Az alsó autó ott az. Ott az annyira meredek volt, pedig nem is látszik annak, de annyira meredek volt, hogy ember meg, két ember megelőzött gyalog. Közben mutatom a kilátást. Ugye délre és nyugatra. Gyönyörű, szép. Remélem, hogy párától azért látni. Hát nem tudom, hogy mennyire fog sikerülni, de ott a piramiden kógl. Itt az
talán lehet látni. Gesundheit! Ja, és mutatom, hogy ugye arra fele voltunk egy hete, ott van lenne az a nagyváros, az ott Sankt Veit, és a mögötte lévő vonulatot kerültük meg gyakorlatilag, ami a fenyőfától balra van. És hát hátul meg a csodálatosabbnál csodálatosabb hegyek. Mindjárt ráközelítek, hogy kicsit jobban lehessen látni. Hát igen, kérem szépen. Remélem, hogy annyira nem rezeg a kezem. Azt hiszem, ezért megéri följönni ide. Mutatok így is egy panorámát, hogy az embernek fogalma legyen az nagy egészről. De hát ezt mondjuk úgy sem lehet visszaadni így kamerán keresztül. Hát ez annyira gyönyörű. Közben megláttam a Wörthi tavat, egy nagyon pici részét lehet látni, megpróbálom megmutatni, ha sikerül ráközelíteni. De nem olyan egyszerű, mert a kijelzőben nem látom. Aha, most már talán ott a tónak a kicsit rá lehet látni a vízfelszínre. És még egy valamit akarok mutatni. Lehet látni Klagenfurtot is. Az pedig itt talán lehet látni. Most igen, ez pedig Klagenfurt. Sajnos szembefény van, meg elég nagy pára is. Úgyhogy hát majd otthon fog csak kiderülni, hogy mit lehet látni, mert én gyakorlatilag szinte semmit sem látok a kijelzőbe. Hát így néz ki a környék. Egyébként majd a templomba is bemegyünk, amit mutattam. Most még azért egy pásztát. Itt vagyunk benne a templomba. Hát ennyi. Majd feliratozom, hogy mit lehet róla tudni. Mert nem sok mindent találtam egyébként róla egyemeten. Tehát mellékoltár. Sikerül neki élesen állni. Szent Magdaléna, segíts nekünk! Ez van odaírva. Nem rossz. Na, hát ennyi. Magdalénsbergi templom déli oldala. Most ugye nagyon klassz, mert rásüt a nap. Csit hátrébb megyek, talán akkor belefér az egész. Egy gyönyörű, szép, impozáns egy látvány. És a lentről is, hogy jöttünk fel, nagyon szép képet mutatott, és hát így néz ki itt a... Van egy étterem, meg napozó, meg gyerekjátszótér, meg minden, ami kell. Ez a kilátás keletre. Gyönyörű, szép. Kicsit megmutatom közelebbről, mert talán úgy jobban lehet látni, hogy érzékelni. Távolba még havas hegyek. Ugye itt a másik. Nagyon sok hó van. Gyönyörű egyébként a kilátás ebbe az irányba is. Hogy látszik, van itt egy állatsimogató. Gyerekek kedvükre szórakozhatnak, bár most ez is zárva van. A muflonok. Szarvas tehén. Ott meg van, nem tudom, mi van, őzek vannak ott a fa alatt. Mindjárt mutatom, ha megtalálom. Na, nincs egy kicsit, zomoljunk ki.
Halátnám a kijelzőbe. De pont benne vannak az árnyékban, most már igen, ott vannak. Ezek meg őzek itt. Szóval ez a... Ez a keleti... ez a keleti kilátás. Ja, mutatok egy kicsit a déliből is. Mert az sem gyenge. Ott az a... Az a hegy, majd otthon megnézem, hogy ez melyik hágó. Most így nem tudom fejből. És hát ugye tenger, sok ember van. Közöttük mi is. Ahogy ez látszik, elindultunk lefelé. Épp ebben a nagyon meredek részben vagyunk, ahol itt kilóttam fölfelé. Mindjárt elérjük a archeológiai parkot. Hát lefelé jóval gyorsabban megy, ugyebár, mint fölfelé természetesen. Még úgy is, hogy én eléggé félős vagyok, én nem ereztem meg nagyon, főleg nem ilyen rohadt meredeken. Itt van a... lehet látni az archeológiai parkot. Kár, hogy nincs nyitva, hát majd mi visszajövünk, aztán megnézzük, amikor nyitva lesz. Itt most talán lehet látni, hogy milyen klassz szerpentin visszafordítókon jöttünk idefele föl. Nagyon be lehetne így gyorsulni különben. Mert az ember elengedi a féket, ripiropi megy 40-50-nel. De nem nagyon lehet megereszteni, mert veszélyes. Legalábbis én nem merem. Úgy döntöttünk, hogy lent még csinálunk egy plusz kis kört, mert sokkal gyorsabban fölértünk, mint ahogy arra számítottunk. Bekapcsoltam egy kicsit megint a kamerát, mert ez a rész itt már a, úgymond a bónuszkörnek a része. Nem itt jöttünk fel, hogy ez ismeretlen még itt ez a rész. Legalábbis kerékpárral, mert egyébként autóval véletlenül bejöttünk ebbe az utcába, vagy erre az útra feljöttünk. Itt majd megmutatom, hogy jön egy elágazás, itt elvétettük autóval. De ugye bringával ez most itt egy új szakasz. Itt van Otmanach, itt kell balra menni. De mi ugye szábuldunk lefelé, mint a meszes. Amúgy 47-tel megyek. Az út az szerencsére elég jó. Van egy kis szembeszél, ami nem olyan nagy baj, mert kevésbé kell fékezni. Hopp, itt volt egy kis ramagy rész. Eredetileg egyébként ezen az úton jöttünk volna fel bringával. De aztán másképp gondoltuk ki a dolgot. Nagyjából így 55 környékén jelez be a paraméter nálam.
Meg amúgy is, mint látszik, 50-es tábla. Egyébként itt akartunk eredetileg parkolni, ott a templomnál van a, ugye a temető, ott van egy kis parkoló. Be is parkoltunk, de megláttuk ezt a nagy emelkedőt, úgy döntöttük, inkább átszabjuk a túrát. Meg volt az óriási nagy gurulás, most természetesen megint megyünk felfelé. Itt most már ugye ez a bónuszkör. Gyakorlatilag itt lesz majd valahol elméletileg térkép szerint egy tó. Egy valami kis tó, hát majd meglátjuk, hogy fest. Meg még az is lehet, hogy megint találkozunk murvás szakasszal, hát majd meglátjuk. Ez már csak ilyen szórakozásból teszünk még itt egy kört, mert szép az idő is, és van még időnk is. Hát nem várt érdekesség, valami grófi kastély, ahogy ez itt látszik. Egyébként gyönyörű ez a környék. Itt meglepően szép. Az, amit mondtam, az a két tó, az gyakorlatilag már csak mocsár. Úgyhogy azt nem is vettem föl, semmi nem látszik belőle, csak ilyen nádasszerűség. Kíváncsi lennék, hogy ez miféle kastély itt mellettünk. Majd megnézem otthon, aztán feliratozom. Igen, jól néz ki, de mindjárt megpróbálok kicsit rá is. Itt lehet, hogy pont a fától annyira nem lehet látni, de talán látni, hogy mi van odabenn. Érdekes. Na, hát akkor gyerünk tovább. Ez egyébként nekem őszintén szólva egy kicsit még mindig szokatlan, hogy ugye itt Ausztriában vannak grófok, meg bárók, meg nemes emberek. Ugye ez számomra csak ilyen, ezek ilyen történelmi fogalmak. Ugye nálunk Magyarországon ugye nincsen ilyen. És ez még mindig nagyon szokatlan, hogy egy-egy ilyen kastélyban valóban egy gróf, vagy egy báró, vagy akár egy herceg lakik. Murauban, fent a dombtetőn is, ugye ott van a Schwarzenberg kastély, az például egy grófi kastély, és valóban a grófok lakják, tehát a Schwarzenberg grófok. Lassacskán befejeződik a túránk. Mutatom, amennyiben tudom, hogy gyönyörű szépen rálátni most a Magdalénsbergre. Főleg, hogyha tudom úgy fordítani a kamerát. Szóval ott van előttünk. Előbb hagytuk el a táblát, hogy még 2 kilométer ott Manach. Ugye ott áll az autónk, ezt az előházait, hogy így mondjam, már lehet is látni. Azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon jó ötlet volt ez a plusz kör itt. Az elején semminek tűnt, hogy nem lesz itt semmi látnivaló, aztán végül is ott a kastélynál egészen szép rész volt, és végeredményben ez sem csúnya. Hogy hány kilométer lesz, azt ugye még nem tudom. Nagyon jó volt, azt kell, hogy mondjam, jó nehéz is volt egyébként ott az a fölfelébe. Hát megkillódtam rendesen.
de hát egyik biget sem adják ugye ingyen. Hogy mi lesz a legközelebbi program, azt még nem tudjuk. Gyakorlatilag szinte mindig előttem, túra előtti napon este találjuk ki, hogy mi lesz az úti célunk, úgyhogy ez most még rejtély. Remélem, hogy tetszett, nem volt unalmas. Próbáltam egy kicsit érdekessé tenni a szöveggel, már úgy értem, hogy nem még egyszer. Remélem, a túra nem volt unalmas. Próbáltam néhány érdekességnek utána nézni a környékkel kapcsolatban. Számomra meglepő volt ez, hogy itt van Ausztria legnagyobb ásatása gyakorlatilag, ez az óriási archeológiai park. Meglepetésként ért, de nagyon tetszett, nagyon jó volt. Hát remélem, hogy másnak is elnyerte a tetszését. Én ajánlom mindenkinek, hogy jöjjön el ide és tegye meg ezt a túrát bringával, mert nagyon szép.